Fák és Andris, itt vagytok a Sajókazai Rally Sprinten, azonban most nem fogtok versenyruhát ölteni, azonban mégis aktív részese vagytok a versenynek. Mi ez a sztori? Nekiugrottunk a hétvégének, de Tomi barátunknak egy kis segítséget nyújtottunk, hogy el tudjon indulni ezen a versenyen, és így beálltunk mögé egy kicsit segíteni, segítkezni, meg hát elkísértük a versenyre is. És miben tudtak segíteni esetleg a Tomiéknak, hát, a spontán szponzorációnk kívül is? Hát megpróbáljuk azt a tapasztalatot, amit már így összeszedtünk az évek során, meg a rutinunkat egy kicsit átadni nekik, illetve mindenben, amivel tudunk, 100%-ban mellettek szeretnénk lenni ezen a hétvégén. Aktívak lesztek még az idén valamikor? Szeptemberben autózunk egyet. Ez tegnap lepontozódott, az még titok, hogy merre, meg hogyan. Hát végül is nem titok, de az autó még egyenlőre azt függővel raknánk, de hála Istennek úgy néz, hogy szeptemberben autózunk, aztán még Marba szeretnénk az idén rajta szállni. Hogy a Tomiékra esett a választás? Hát ez jó kérdés. Ez így jött, spontán jött. Honnan úgymond a kapcsolat vagy a baráték? Hát ugyebár nem messze lakunk egymástól, ő Pécelen, én Orcsán, úgyhogy nem messze vagyunk egymástól, úgyhogy beszélgettünk, és akkor így jött ez a lehetőség, meg hogy nekünk nem adódott most meg az autó, mert tárgyalás voltunk egy VFTS-re, csak sajnos nem készült el a motor bele, úgyhogy így szántunk a Tomira némi anyagiakat, meg egyéb dolgokat, aztán így ide keveredtünk megint csak. Tomi Barna, itt vagyunk a Sajókazai Rally Sprinten. Mondhatjuk, hogy egy nagyobb összefogás, vagy egy kisebb segítség árán, vagy nap köszönhetően itt vagytok a versenyben. Mit lehet erről tudni? Igazából, mivel az évünk nem indult túl jól, nem volt olyan sok szponzorunk, és elkezdtünk szponzorkeresést kezdeményezni, és ennek eredményeképp sikerült két olyan szponzort találni, aki valamilyen szinten megbízható. Az egyik az a Tiszák Kft., másik pedig az a Artner Systems Kft. És így úgy látszik, hogy sokkal több versenyen el tudunk indulni. Nem van a normális támogatásunk, tehát biztosabban tudunk versenyezni. Mit hozhat nektek ez a Sajókazai Sprint verseny, és mit szeretnétek rajta? Hát szeretnénk célba érni, úgyhogy nem esünk el. Tényleg tegnap este felolcsolták olajjal a pályát, amit elvileg most már takarítanak. Úgyhogy egyelőre azt mondom, hogy érjünk célba. Ismeretlen gumikkal megyünk, ismeretlen pályán, úgyhogy reméljük a legjobbakat. Az itinert már most ki kellett egészíteni az egyik kanyar figyelősre, hát ehhez csak gratulálni tudunk az elkövetőknek. Mégis ez a Sajuk az a felső nyárát, a jobb egyből milyen pálya? Tempós és technikás is egyben, úgyhogy nekem nagyon tetszik, jó ritmusú pálya, úgyhogy bízom benne, hogy jól fogunk rajta tudni menni. Tominak fekszenek egyébként ezek a technikás csiki-csukis részek, a tempósabb részeknél meg bízunk a motorban, úgyhogy... Meg a gumiba. Meg a gumiba, az új gumiba, így van, így van. Párosodnak egy kiforrott páros már? Hát, mondhatni. Tehát már egy igazából egy tartósabb házasság évével felér, úgyhogy... Elég régóta ülünk egymás mellett, és reméljük ez így is marad. És az autóval való kapcsolatotok, hol jártak a kiautózásban? Hát attól mi nagyon messze vagyunk. Tehát rengeteget kell mennünk, és egyszer talán még az is fog sikerülni.
sikeresen itt vagytok a célban, teher alatt. Igen. Voltatok, és teher alatt, ha lehet annak nevezni, de végül is megléptétek. Milyen volt ez a verseny? Összességében nagyon jó volt, tehát elmondhatom azt, hogy annak ellenére, hogy rövid volt a pálya, és nagyon féltem a fehér aszfalttól, meg igazából ettől az ismeretlen gumitól, még soha nem mentem ilyen slickkel. Annak ellenére nagyon-nagyon tetszett az egész verseny, a hangulata is, az autó is nagyon jó volt, úgyhogy én nagyon élveztem. A jobb egyből mit mutatott ez, hogy egy igazán jó gumi van az autó alatt? Érezhető volt, hogy ott hagytok a kanyarokban? Első gyorsan picit féltünk tőle, akkor még nem éreztük úgy, hogy ez a legjobb, amivel valaha mentünk, de utána teljesen, én azt gondolom, hogy bemelegedett a gumi is, és konstans időt el tudtunk jönni, úgyhogy tőle nagyon szuper volt. Ki kell tudnod a meccselni? Hát gyakorlatilag a kategóriába bárkivel. Én azt gondolom, hogy sok ötös kategóriás autót is vertünk, meg igen, ott voltunk velük, úgyhogy tényleg várakozáson felül, hál' Istennek. Mi a száraz mérleg úgymond, mi a helyezés, amit adhatitek? Hát elvileg negyedik kategória első helyezés, és extra ad a kupa, azt hiszem második helyezés. Volt már ilyen eredményetek? Még nem soha. Amióta versenyzünk ezzel az autóval, azóta soha nem. A legjobb eddig a múltkori kazári harmadik hely volt. Jelen pillanatban akkor kijelenthetjük azt, hogy most per pillanat úgymond a kultúrját ezek? Igen, és nagyon szeretnénk köszönetet mondani a szponzorainknak, Dodó Gáz 2000 Kft-nek, Tiszák Kft-nek és a Arthand System Kft-nek. Köszönjük szépen nekik a támogatást, hogy eljöttünk erre a versenyre, és egy ilyen felkészültségű autóval, gumival mehettünk. Köszönjük szépen! Fiúk, a mentorált csapat páros itt van a célban. Boldogok vagytok, hogy ilyen eredményt értek el a fiúk? Eléggé. Nagyon boldogok vagyunk, hiszen szerintem az életük legjobb eredménye volt ez idáig, ahogy amióta versenyeznek. És én nagyon örülök neki, hogy hozzá tudtunk ehhez járulni, hogy ők ilyen eredményesen végeznek ezen a mai napon. Tiszták, te értél már megladás sikereket, milyen érzés, hogy hozzá tudtál járulni ehhez a fiúknak? Felelevenedik benne az az érzés, amikor én sem tudtam elindulni egy versenyen, és kaptam háttértámogatást, legyen új gumi, vagy anyagi téren, vagy egyebekben. És itt mutatkozik, hogy nem kell egy 7 milliós autó ahhoz, hogy valaki eredményes legyen, hanem igenis a kisember is tud törekedve haladni előre, némi segítséggel. Úgyhogy bennem azok a régi érzések törnek elő 10-12 évvel ezelőtt, amikor azt mondták, hogy itt van X forint, vagy itt van egy garnitúra gumi, és el tudtam indulni egy versenyen. Megmondom őszintén, hogy vártam a Tomitól jó eredmény, de viszont felülmúlt önmagát, mert nagyon sokat beszélgettünk erről a versenyről napokon keresztül. Tegnap pályát jártunk, amit tudtam, próbáltam átadni tapasztalatot. Nyilvánvaló a versenyautóban ő ül benne, ő érzi a lehetőségeket, meg a határokat. Én azt mondom, hogy le a kalappal előtte, mert igencsak olyan embereket utasított maga mögé, akikkel én is vívni szoktam, és így elsőre, hogy az életében nem ment normális gumival, csak Felix Flick gumival. Most sikerült neki intéznünk 4 darab Pirelli gumit. Jól bizonyított, jól vizsgázott, úgyhogy még egyszer gratula neki, ügyes volt, ennyi.